Kedves testvérek, dicsértessék a Jézus Krisztus! Hát ugye a téma az volt, hogy Isten adatának felismerése életünkben, és ugye írtunk erről egy könyvet, egy közös könyvet a Puszkival, most már Gorival, amit én írtam, annak kifejezetten a címe, és akkor a próbálom részletezni, hogy hogyan tudjuk felismerni Isten akaratát, mert Isten nem kockázik velünk, az ő akarata bele van teremtve az életünkben, megjelenik a tehetségeinkben, képességeinkben, azokban a kegyelmekben, amiket kapunk, azokban a lehetőségben, amik nyílnak előttünk, az Isten akaratát meg fel tudjuk ismerni a Szentírásban, nem csak által sérülve, hanem nekünk szól, hogy hogyan tudjuk elfecsérelni ezeket, amik esetleg nem vagyunk elég bátran. Hogy az Isten akaratának megismerése egyszerre jelenti az Isten ismeretben való előrehaladást, és az önismeretben való előrehaladást is, hiszen Isten a valódi személyiségünkkel beszél. De most mindenről nem fogok már beszélni, mert hogy az idő eléggé elszaladt, tehát szeretettel ajánlom figyelmetek a könyvet, hogy ezt mind abba el tudjátok olvasni, hanem arra részét érnék rá, hogy életünkön keresztül szeretném egy kicsit felbúzítani a szíveteket, hogy ne aggódjatok, mert hogy az Isten akarata az itt vagy az életünkben. Ez így is leírva a könyv, mert ezt most direkt a tényszámokra gondoltam végig. Mert ugye, ha azt gondoljuk, hogy a Isten akaratát végre ismernék, akkor milyen jó lenne. Hát azt tudom mondani, hogy az első ember már is tudta, hogy az Isten akarata. Minden fára lehetett, csak az egy fára lehetett, aztán mégis elbuktak. Ugye lehet, hogy azért, mert gyerekes volt a személyiség, hogy azt gondolták, hogy az Isten szeretetét megélni, hogy Isten annyira szeret minket, hogy hát úgyis megtehetünk bármit, nem fogunk minket büntetés érni, aztán hát ebben csalódnunk kellett, mert bizony kibuktak az életből, ezt a levét is szoktunk máig. Tehát azt mondja, hogy önmagában ismerjük az Istennek az ismeretét, az kevés, hogy azt meg is kell tenni, az a mi életünk és szükségünk, akaratunk, a bátorságra, arra, hogy gyógyuljon a személyiségünk, sok mindent leírtam ebben a könyvben a saját példáimon keresztül, a Gyuri életének a példáin keresztül is magunkra ismerhetünk. Sosincs késő, mind a mai nap még érzel, hogy hol vannak még olyan pontok, ahol bizony előre kell haladnunk, hogy előre menjünk az életszentségben. De azért ne becsüljük le saját magunkat, elétek szeretnék hozni egy embert. Mit mondjuk egy olyan emberről, és akkor az életét röviden összefoglalom. Akit már a születésekor meg akartak ölni. Utána ugye a szüleink kitették, és nevelőszülőkhöz került. Az, ebben nem tulajdonképpen egy jó helyre került, hogy megmondták az étel, ital, a kultúra, de igazából idegen maradt a nevelőszüleinél. Ez se a család szüleinek a családjában és kultúrájában nem tudott beépülni sem, ennek az idegen családnak az életében. Amikor megpróbálja az identitás problémáit valahogyan megoldani, hogy valóban mégis tartozom, hogy gyilkosságot kell, aztán menekülnie kell. Ugye végül aztán befogadják valahol, mélyen a képességei alatt lévő munkát kell végezni, évtizedekig ennél sokkal okosabb, meg sokkal műveltebb, és mégis ilyen munkát kell végeznie. Aztán végül beleszkedik, megházasodik, a házasságban nem lesz sikeres igazából. Aztán végre úgy érzi, hogy a helyére kap egy küldetést, ami hát úgy érzi, hogy bőven túlmúlik rajta. Tehát a képességei felett lévő munkát kell neki elvégeznie, amihez hát rána kapaszkodnia kell, hogy egyáltalán el tudja végezni valahogy. Akiknek végzi a munkát, azok nem becsülik meg, és végül amikor a munkának a gyümölcsét kellene élnie, akkor azt sem élheti meg, hanem meg kell halnia. Hát ugye ez nem egy olyan életet, amivel nagyon dicsekednénk. De hogy, és hát persze rá is ismerhetünk bizonyos döntőt, hogy hát az én életem is esetleg. De különben ez Mózesnek az életútja. Mózes volt az, akit a szülőknek kitettek, egyiptomi hercegnek, tehát se egyiptomi vár, se zsidó vár, nem vár. Amikor aztán végre megpróbált volna a népéhez valahogy visszatalálni, és akkor gondolta, hogy akkor neki most meg kell védeni a népét, akkor rögtön gyilkosságot keveredik. Aztán pászkodik, miközben azért megkapta ezt a nevelést és kultúrát, amivel ő egy már akkor vezető lehetett volna, tehát mindegy, a jó között tanulja meg, hogy mit jelent pásztorolni, mit jelent gondot viselni emberekre, állatokra, megházasodni. Ilyen a cipkoláról azért túl sokat nem hallunk. De mondjuk van egy érdekes történet, amikor már látja lábról a csipkebogrot, és ugye lábról, ilyen szempontból nekünk az
szabadszentség is lehet a csipkebokrunk, amit érezzük Istennek a rámolását, az imádság, a dicsőítés, a szentírás olvasás. Minden lényeg az, hogy elindul végre, nagy nehézség után, tehát nagyon kaskírozza magát Istenőt, hogy nem alkalmas, erre se alkalmas, vagy arra se alkalmas. A végén már Isten megparagszik, hogy na, ott van az áram, majd még beszélek, csak végre induljál már el, és végre elindul, és akkor azt olvasom, hogy akkor egyszer csak elé áll az Úr, hogy megölje őt. Hát egyre kevésbé beletesen mondat van a Szentírásban. Ugye, és úgy melegszik meg, hogy szintén a hirtelen a fiúknak a körülbetélve a fiúkat, akkor nincs körülbetélve, és a vérrel meghinti Mózeást, a vérhőlemények jön. És akkor elmegy az Úr, és folytathatják az Úrcsukat. Ugyan, hogy Mózes megkapja a küldetést, de azért rendeznie kell neki is az életének a dolgait. Hát azért rendeznie kell a családját is, körül kell metélni a fiát, visszakasz meg a zsidó népet, a zsidó nép vezetőként kezd akar szólni, hogy az én küldöttem, akkor nem lehet a fiat körülbetélve. Nem lehet a szívünk körülmetéletlen, hogyha az emberekhez akarok szólni. Igen, bűnöket elkövető, megváltott ember vagyok, tehát ismerem a bűneimet, hogy nem azokat majd a drága testvérek megismertetik velem, mert elég rendesek azt, hogy elmondják nekem, hogy már megint mit csináltál. Szoktam mondani, hogy valaki tudni akar, hogy milyen ember vagyok, kérdezem, hogy gyerekeimnek van, azok megmondják. Azok tudnak elég, elég rosszat mondani, hogy milyen vagyok. Tehát, hogy az igaz, hogy a bűneink vannak, de azért a törekvést, legalább a törekvést, az Isten felé, a törekvést, az életszentség, a körülmetéltségek azt, hogy meg kell törekszni. Azt mondanak, ott kell lennie, hogy ami szívünk is körülmetélt legyen a Krisztus által. Szóval mennek előre, és ott van az ember, aki bemegy, megcsinálja, meghirdeti először a léleknek, aztán az egész népnek, kiállja a próbára, kiállja az egész népünk népnek a gyűlöletét, és mivel kivezeti a posztával a népet. Ugye? És hát azt gondolhatnánk, hogy itt van a siker. Hát végül is megtörtünk. Uram, amit akartál, megtettünk, köszönjük szépen. Megtértünk, megtettünk, innentől kezdve havaj. És akkor kiderül, hogy csak itt kezdődnek igazán nehézségek. Itt derül ki, hogy amit ő elvégzett, az nem egy munkának a vége volt, hanem csak a kezdete. Ha még most kezdődik csak igazán a munka, a kemény nyomú néppel, fiatal, a lányokkal, a szüleimmel, a rokonokkal, az egyházakkal, az egyházközséggel, a papokkal, a püspököttel, a bíborosokkal, akik kiáll szóba, vagy velünk kiáll szóba egyáltalán. Most kezdődjük azt, hogy valamilyen módon megértessük a többi embernek, hogy Isten itt van és szeret téged, és hogy menj előre és menjünk előre. Jézus úgy van, hogy Mózes fölmegy a hegyre, hogy Istennel tanácskozzon, a felhő ott van lenne a népen, ugye, éjszaka tűzoszló, nappal a felhő, megkapják minden nap a mannát, dörög az ég, és nekik mégis alakuljuk el valami, ami fogható, és akkor ráveszik áram, és áram láthat az aranyborjú, a híra, ami Istenek, a híre, Izraelnek Istenek. Hát micsoda tragédia? Nem csodálom, hogy Mózes, az a hirtelen haragú ember, hogy lejön és költözkedik az Isten cölkapok, osztofok meg a pillanatát. Aztán mehet föl még egyszer. És ott vannak már, és kikérdelje a 12 törzsből egy-egy ember az ígéret földjét, a teljes nézetből Kárpát, az Isten megígért neki, és kivenve, és visszajönve, ez valóban a teljes nézetből Kárpát. Valóban, ilyen áron kell hozni a szőlőfőket, mert akkor már is minden van. De jaj! Hát nagy és erős városok vannak, és ott vannak az enárkia, az óriások, ki tudja ezt megcsinálni. Hát az egész világ van, a tévéből is fog, a rádióból is fog, meg te tovább, meg ez rettenetes dolog. Tényleg, rettenetes. Nem tudunk ebben mit kezdeni. Rémálom, hogy a családomban ilyen bekerül, de ha bekerül, nem tudnék csinálni. Nem az én életem. Hogy ilyen világban, ez rettenetes. Uram, ne is menjünk be. Csak húzódjunk volna a félre, menjünk vissza Egyiptomot, legalább volt ugorba. Egyedül Józsulja az, aki azt mondja, hogy de menjünk az Isten, megígért akkor az ember, és nem hajlandó bemenni. Végül azt mondja, mert ezt mondtátok, nem tudtok bemenni. Mert nincs elég hitetek, nincs elég bizalmatok, nem tudtok bemenni. Ja, van egy kis társadalom, de azt mondja, hogy akkor jövegyünk.
De már később már elkezdett a kegyelem bemennek, és ott is vesznek. És 40 évig kell vándorolni a pusztába, és ki kell érezni az egészet, hogy felnövekedjen az a nép Mózes keze alatt, amely már tud hinni, amely már tud bízni, amely megtanul harcolni, megtanul menetelni, megtanulja a szabályokat, megtanul imádkozni. Ezt megtanulták, hogy oda ment is. Nem kell ez a pusztaság. És így vándorolunk a pusztaságba, hogy Uram, mikor mehetünk be? Mikor mehetünk már be? Különben pedig már régen vagyunk. Ez a teljes nézet folyunk át, drága testvérek, amikor a hét magyari törzs bejött, a Veneckei hábor, igaz, hogy nekik is vérszerződés kellett kötni, mert akkor összeveztek volna úgy egymással, hogyha nincs vérszerződés, akkor egyik jobbra, másik balra, de ők is azt mondták, íme ez a teljes nézet folyunk át. Így jöttek vissza, csak belegyúlok a folyóba, és kiemelem a halat. Olyan gazdag ez a folyó. Isten ország most is itt van közöttünk és bennünk, az a kérdés, hogy hol élsz? Már benne van Isten országban, hogy mindig kinyúlj a pusztába, és ott vándorol az, és várom, hogy már történjen valami nagy csoda, történjen valami, már átemel téged, anélkül, hogy küzdeni kellene, anélkül, hogy harcolni kellene, Jerikó falai nélkül, meg Anák fiai nélkül. Valahogy legyen meg az egész, anélkül nekem kellene tenni valamit. Az édenben akarok lenni, és hadd legyek én a fáról, és tele ne történjen semmi baj. Sajnos, és Mózes végig megy ezen az úton. És ott van a gonosz télen, hogy ott van Bálák király, és Bálám profét, és azt mondja Bálák király, Bálámnak, hogy átkozd meg ezt a népet. Mert érzik, hogy milyen veszélyes. És oda megy Bálám, és nem tudja megátkozni a népet. Mert ránéz a sátrak, és elkezdi mondani, hogy mi szép vagy a sátrai Izrael. És kétszer megpróbálja. És kétszer nem megy neki. És Bálák azt mondja, hogy te még nagyon sok aranyat és pénzt áll neked, hogy ezt megteszed. És Bálának kell a pénz. És akkor kitalálja, Uram, küld be a mi asszonyainkat az Izrael férfiaihoz. Menjenek be, azok majd akkor összeállásodnak, és akkor megrontják őket. És be is mennek, és meg is rontják Izraelt, és a következő csatában csomóan elmúl a Izrael fiai között. Elkezdünk a keresztény életünket, és akkor a világ rögtön kínál. Hát ugye engem már egy túlódó is el lehet csábítani, de hozzá meg kell asszony kérdeni, mert egy túlódó is elég, de lehet, hogy van, megkül asszonynak, karrierrel, bármivel. Ha nem megy, akkor majd szűrzavarral. Ugye reggel beszélgetünk a drága testvérekkel, tegnap akkor pakoltak, és mondták, hogy már olyan szempontból néhány a szolgálat, hogy a szolgálat mindig ilyen problémák vannak. Hogy jön valami szűrzavar, nehézség, betegség, valami. Igen. Jön Bálának Bálán, hogyha lehet, megátkozzon. Hogyha lehet, szűrzavar kell. Ha lehet, akkor süket is elügyen vele. De ha te nem adod meg magad, akkor azt mondja nekünk, hogy mi ereje van. Hiszen Krisztus benne. Mindennek meg kell hajolnia, minden térnek. A mennyben, a föld és az alvilágban, mert Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És ahogy a nép vonul Mózessel, úgy vonulunk most Jézus Krisztussal be. És hogy mindig van hova menni előre. És a legrosszabb dolog, hogy megtorpanunk és azt mondjuk, hogy kész, ennyi volt, nem tovább. Nekem van ilyen hajlamom, minden szeretett földre találkozó előtti napokban azt mondom, ez lesz az utolsó találkozó. Még egyszer ezt nem fogom végigszaladni, hogy jönnek az emberek, nem jönnek, hátra jönnek, megkérdezek valakit, jössze, mindenki azt mondja, nem jön. Jaj, nálam, nem jönnek rá, jaj, egyik mulatni megy a másiknak, de kész, és ezt hallottam, és mindig összetedik a szívem. De azért lehet, hogy önkörés lesz szeretett földre találkozó, nem tudom még. Ugye a szegény Mózes, akinek rágják a fülét, hogy nincs vízünk, és azt mondja neki az Úr, hogy menjél, ott ott is a sziklára, lehet a sziklára, és jön a víz. És akkor újra és újra megtörténik. És akkor egyszer megint rágják a fülét. És annyi mindenet túl van már, annyira el van fáradva. Már a saját testvére fellázott ellene, ugye? A Mirjam, meg az Áron. Szegény Mirjam, a birtokos lesz tőle, úgy kell imádkozni, hogy utána újra megtisztuljon. Tehát, hogy már túl van mindenet. Döbbenetes, hogy ez a sok szenvedés, meg nehézség, ez Mózes egészen Krisztus imád lesz. Azt olvasom Mózes 4. könyvében,
minden ember egész Izraelben. Az az ember, aki gyilkossággal kezdte, Krisztusnak az átalakító műve a Szentlélek által olyan munkát végzett el benne, hogy, egészen Krisztus képű és hasonlatosságát nem mondtál a szépen. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen tejgetők kívál, hogy leveszel a sarokosztott marad, jól van, én már olyan nagypapja, a dédi, én már csak előlegi a sarokba, de ugyanúgy vezette a népet. Csak már megnyílt a szíve minden ember fölé, már nem leuralni, hanem vezetni akarta őket, mint a jó pásztor, Krisztus maga. És Isten meg is dicsőítette, érte, amikor bemegy a sátorba kijön, akkor ugye annyira ragyog az arca, hogy kenyőt kell tenni elé. És valóban egy élet férfiú ez, hogy nem lehet, hogy fölviszik a mennybe, hogy a holtteste fölött az angyalok verekednek az ördögökkel, olvassuk a Szentírásban. De Jézusnak két ember jelenik meg, Illés és Mózes, mert ők ketten vannak fönn testben a mennyországban, hiszen Jézus kereszt haláláig és feltámadásig nem jött meg a mennybe. Van egy harmadik évon, de most nem játszik, Mózes és Illés. És ez az ember, a teljesen krisztusi ember, ez a hatalmas lélek, aki ezt képes 40 évek keresztül is hordozni. És akkor megint szól hozzá az Úr. Azt mondja, amikor nyavajon a nép, hogy már megint nincs víz, mondanám, szokogassában ucsok, hogy akkor lesz egy kicsit áll, és akkor kibírod a következő forrás. De ők ne fognak is, ugye Mózes, aki állandóan közbejár a népnél, csak az állandóan egyszer nagy körülött, amikor azt mondja, hogy a Mózesnek az Úr, hogy jó, ezeket hagyjuk el, lesznek pusztába, én majd te belőle, meg a te magadból egy új népet teremtek, és az majd az lesz az igazi. És erre Mózes jött, azt mondta, Uram, erről szó sem lehet. Nehogy már téged, akkor megidéljenek, hogy kiosztad a pusztába, aztán hogy te terveztél. Szó sem lehet, csak menjük ezt a népet. Én csak te fogok meg mindent, de azért, hogy csak te törődjél ember, de abban törődjél, hogy csak menjünk elő. Uram, te fogok én terveket, a mindent. Zárja, bezárja. Menj és parancsolj a sziklára, hogy víz folyt belőle, és akkor víz fog folyni. És akkor Mózes fogja a botját, és megint ráült a sziklára, és azt mondja, hogy folyjon a víz, és akkor folyik a víz. És ugye mindenki örül, csak Mózesnek mondja az Úr, mivel ezt tettem, azért nem jöhetsz meg az ígéretről. Messzéről meglátható, de nem jöhetsz meg. Mert Mózesnek már ott volt a kapaszkodó. Az a bot, amelyikkel 40 éve pásztorolta a népet, az a bot, amit az előbb amikor kígyóval vált és megette a papoknak a démon kígyóit. Az a bot, amelyikkel a rácsapott a sziklára, akkor abból víz jött. Ha megérintette vele Mirjámot, akkor az megtisztult a leprában. És nem tudja elengedni ezt a botot, ezt a kapaszkodót, ezt a segítséget. Nem tudja azt mondani, hogy csak szavával, hogy Isten mondta, egyetlen szavával, hogy legyen és lesz. Akkor imádkozunk, hogy Jézus nevében tűnjen el a gonosznak, és el kell menni, mert nem a mi szónk van jelen, hanem Isten szava van jelen, aki azt mondja, hogy tűnj el, vagy gyógyulj meg. És nem mi mondjuk, hanem Isten szava szól, mert kezdetben volt az ige lett testvére Krisztusban, ez az ige, a Jézus Krisztus visszhangzik mindmáig a történelemben. És Mózes nem tudja ezt a lépést már megérni. Nem tudja elhinni, hogy a szó elé, neki kell a botokosság. És mi is lehetünk ilyen állatban, hogy vele vagyunk kapaszkodva valamiben, nekünk már kell a közösség, kell a munkahelyem, kell a családom, kell a biztonságérzésem, kell a plébánosom, nem tudom mi, valami kell. Ezt nem tudom elereszteni. És akkor újra és újra Isten figyelmeztet, hogy azért ezt próbál meg elengedni. Nézd, illetve végén úgy is el kell engedni mindent. Akkor már jobb, ezt most megtesszük. Hagyj menjen. Ezzel nem azt akarom, hogy most kezdjen kidobálni mindent az életedből, dehogy is. Az Isten azért adta az életet, hogy élj vele. És az sok csomó dolog azért van, mert az életedből biztonságban érez magad. De lehet, hogy lesz egy tudatok, hogy valami már akadály. Azt el kell engedni. De akár így, akár úgy, Isten végül megdicsőítette Mózest. Mózes fennmarad egyik országában. Isten szeret téged és engem, az ő akarata most is benned van, akár tudod, akár nem. Akár álmot látsz, akár egy jó gondolatot eszedbe, akár a testvéred szól, hogy ezt tegyük meg, akár a Szentírásból olvasol valamit, akár nem is érzel semmit, csak egyszerűen mész előre, és szeretsz, az Isten ott van veled.
Isten téged mustábanok lát, amelyik fel és nagy fává lesz, a imádságokért, rajtad keresztül emberek kérnek meg, emberek kezdenek el szeretni, és mint az égi madarak is lakást tesznek. Isten kovásznak lát téged, mert te munkahelyedre, a lakásokban, hogy megkereszt az egész világ. Isten téged arra a gazdának lát, amelyik elveti a magad és a mag, és éjjel van majd nappal, senki sem tudja hogyan, de mégis növekszik. Az egyik ültette, a másik öltözte, a harmadik tanítja. Lehet, hogy csak az ültetőben. Lehet, hogy csak az imáiban öntözöm. Lehet, hogy a következő nemzedék fogja alapni. Ez Istennek a gondolata az, hogy Magyarország, Kárpát-medencében, az egész világban a szeretet fölé legyen. Isten úgy lát téged ennek az országnak a polgárát, úgy lát téged, mint egy gyermekét. Most is azt mondja, hogy szeretlek téged, és az én szeretetemmel szeresd a többieket. Kedves testvérek, nincs más hívásom, mint ehhez. Ugye azt olvasok a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus fölment a hegyre, és magába szívta azokat, akit ő gondolt. Tegnap, amikor imádkoztam a szeretetről találkozóért, akkor ezt az igét kaptam. Márk evangélium 3:13. Te meg én, mi vagyunk azok, hogy az Isten hívott, és följöttünk hozzá a hegyre. Hát ez csak egy kis dolog, de Istenem, ez nekünk a megdicsőzés hegye, ahol itt van Krisztus. Mi vagyunk a meghívottak. Sokan vannak a meghívottak, de keveset választottak. Hát lehet, hogy nem vagyunk választottak. Szent Ferenc választott volt, Isten kereszt, rajta keresztül, hogy nagy ügyet volt létre. Nagy Szent Ferenc választott volt, Isten rajta keresztül, hogy nagy ügyet volt létre. De mi is meghívottak volt. Isten rajtunk keresztül is munkálkodni akar. Aki a kicsinek ül, a nagyban is. Ti, aki hűségesek, biztosan vagyok benne. Isten megnöveli a szívedben a kegyelmet, Isten megnöveli bennetek az életet, hogy amikor egyszer végül odállunk Isten elé, azt hallassuk, jól van, én hűszolgám, kicsiben jó voltál, sokat bizottál, jöjj a Atyád elemében. Hát adj Isten, hogy hívjál mindannyiunk életében, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy itt voltatok. A program délután 2 órakor folytatódik,